Az adás beszüntetése óta ezrek tüntetnek a görög állami RTV, vagyis az ERT épülete előtt. Szolidaritásból közép-európai idő szerint reggel 7 órától egyetlen görögországi rádió és televízió sem sugároz híreket. Az ERT dolgozói az interneten folytatják az adást. A szakszervezeti jelentések szerint több mint 2500-an maradnak állás nélkül. Az EP plenáris ülésén több képviselő az Európai Bizottságot tette felelőssé a döntésért, de Olli Rehn cáfolta, hogy Brüsszel kérte volna az ERT bezárását.